alig negyed óra, ötször is makrolítottad a Ferencváros kapusát. Hogy érezted magad a pályán, és minek volt köszönhető, hogy ennyire jól sikerült a rajt? Először is köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam a pályán, és hál' Isten jól sikerült a mutatkozásom. Az első hazai meccsem volt itt, Tatabány ellen nem kaptam szerepet, de most a Fadi ellen milyen órát kaptam, 20 percet kaptam, és hát remélem ez maximálisan kihasználtam ezt a 20 percet, sikerült több volt. Mennyire volt nehéz belülről a mérkőzés a pályán? Nagyon nehéz volt, nagyon rakós, küzdős meccs volt. Az első fél idő nagyon nehéz volt, hiszen vezettek 6-1, aztán 5-1-6-1-re, és másik fél időt az pedig szenzációsan játszottuk. A kapusok is nagyon jól jöttek, a védekezésünk is nagyon jól jöttek, és a támadásban is minden összejött. Mindig ott tudtuk jönni. Gyakorlatilag a bajnokság rajtján érkeztél ide Mezőkövesdre, de még nem volt korábban NB1-es tapasztalatod. Mekkora a különbség így éppen belecsöppen be az NB1 és az NB2 között? Volt már korábban NB1-es, igen, 100 hónapattal játszottam NB1-be egy másfél évet, viszont az anyagi problémák miatt sajnos el kellett hagynom a klubot. Hát NB1-B és NB1 között óriási különbség van, iramban, játékban, mindenben óriási különbség van, de nagyon jó. Hogy érzed magad Mezőkövesden? Köszönöm, jól érzem magam Mezőkövesden. Kis város, már majdnem ismerek mindenkit, mindenki megismer az utcán, úgyhogy nagyon jó. Vasárnap Balatonfüred, mit vársz velük? Hát, ha ilyen jó játszunk idegenben, akkor talán még pontot is tudom szerezni.